Sziasztok! Ismét itt vagyunk egy következő résszel, mégpedig az Egyetlen Otthonunk a Föld című sorozatnak a következő részével. És most egy igen aktuális és nagyon fontos témát szeretnék veletek egy kicsit boncolgatni, vagy együtt gondolkozni. Mégpedig azt, hogy mit tegyünk, hogyha vadállatok kicsinyével találkozunk? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen sokan találkoznak különféle vadállatoknak a kicsinyével, és sokszor nem tudjuk, hogy mi a helyes rutin ilyenkor, úgyhogy ebben próbálnék nektek valami kis hasznos információt, hasznos támpontot adni, hiszen ez egy nagyon-nagyon aktuális téma, főleg most. Sajnos az idei évre egyébként jellemző, hogy különböző intézményekből is kapunk egyébként információkat, meg a saját bőrünkön is tapasztaljuk egyébként, hogy az idei év különösen szenzitív, különben is sok sajnos, sok mentett állatka kerül ilyen és ehhez hasonló intézményekben. Úgyhogy alig győzzük ezt kapacitással és helyjel és mindenféle egyéb dologgal, nem csak mi, hanem hasonló intézmények is hasonló cipőben járnak. Úgyhogy ennek talán az lehet az oka egyébként, azt talán a leglogikusabb dolognak, hogy ugye volt ez a majd 2 hónapos karantén időszak, és bizony, hogy az ember kevésbé mozgott, akár a parkokban, akár a lakott területek közvetlen közelében kevésbé történt emberi aktivitás, és így a vadállatok egy picikét talán közelebb kerültek így a lakott területekhez, és adott esetben ugye az őzikék is ilyen helyeken fektették el, vagy szülték meg a gidáikat, és most, amikor kiszabadultunk ebből a karanténból, gyakorlatilag lépten, nyomon, parkokban, erdőszélen, minden olyan helyen gyakorlatilag sokkal több gidával vagy egyéb kis vadállattal találkozhatunk. Hát ennek ez lett az egyik oka ennek a dolognak, hogy gyakorlatilag nagyon sokáig nem volt emberi aktivitás, mozgás ezeken a területeken, és a vadállatok közelebb kerültek hozzánk. No, de térjünk ki a legfontosabb dologra, hogy mit tegyünk, hogyha mondjuk vadállatok kicsinyével találkozunk, és itt emeljük ki, hogy kikkel is tudunk találkozni. Találkozhatunk ugye őzike kicsinyével, vagyis őzgidával, találkozhatunk mondjuk rókáknak a kicsinyével, vadmalacnak a kicsinyével, akár szarvasborjúval, vagy mondjuk madárfiókákkal. Kezdjük a sort az őzike gidával, hiszen ez a legtöbbet vitatott és beszélt téma, hogy mit tegyünk, hogyha őzgidával találkozunk. Itt rögtön különítsük el a dolgot, hiszen 3 féle gidával találkozik legtöbbször a hétköznapi halandó ember. Mégpedig találkozhatunk egyszer csendben, fűben, bokorban, valahol elfektetett gidával. Találkozhatunk sétáló, mászkáló, síró, keresgélő gidával, és találkozhatunk sajnos sérült gidákkal. Mindhárom esetben teljesen mást kell tennünk, teljesen más a helyes eljárás. Legfontosabb, kezdjük az első dologgal, a fűben, bokorban, csendben fekvő gida. Gondolkozzunk ugye közösen, ez a gida bizony azért fekszik csendben, azért van egy helyben, mert tele van a pocakja, tehát van anyukája, fekszik szépen csendben. Ezt már elmondtam egyébként előző videók alkalmával is, hogy ilyenkor egyébként ezek a kis gidák pontosan ezt teszik, hogy egy bizonyos helyen elfekszenek, csendben vannak, ez beléjük van kódolva, hiszen ők még elég könnyű préda a ragadozók számára, tehát nem kell, hogy mozogjanak, mert megeszi a róka, a farkas vagy bármi, tehát ők neki ez van beléjük kódolva, hogy bizony egy helyben fekszel. És az a gida, amelyik egy helyben fekszik és csendben van, annak van anyukája, jó helyen van, nem árva. Itt kifejezetten kiemelem azt, hogy nagyon fontos, hogy ilyen esetben semmilyen körülmények között ne fogjuk meg
ne nyúljunk hozzá, ne simogassuk meg. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen ahogy hozzányúltunk, a gidának az egész élete meg fog változni. Tehát nem szabad hozzányúlni, szépen lassan térjünk ki erről a területről, ne járkáljuk össze, ne zavarjuk, ne mászkáljunk ezen a részen, hagyjuk őket nyugodtan, szépen, csendben, békében. Ha valaki szeretne gidát, mindenképpen gidát látni, az jöjjön el hozzánk, itt lehet fényképezkedni vele, barátságosak, de a természetben megtalált gidákat kérlek szépen hagyjuk békén, ne fogjuk, ne simogassuk, nagyon-nagyon fontos. Következő gida típus, amivel találkozhatunk, az itt-ott sétálgató, síró gida. Na bizony, itt már valami történt. Gondolkozzunk együtt, mi történhet. Tehát a gida sajnos már tehát azért sír, mert szegénykém éhes. Már bizonyára jó ideje nem találkozott az anyukájával, jó ideje nem evett, szegény már kénytelen volt felkelni, a búvó helyéről, a fekhelyéről keresgél, járkál. Bizonyára ez a gida már jó ideje nem találkozott az anyukájával. Ezért indult meg, ezért keresgél, ezért sír, hiszen jó ideje nem evett, nem volt az anyukája közelben. Na, ilyenkor jön az a dolog, hogy itt sajnos valami történt. Két dolog történhetett, az egyik az az, hogy vagy valami történt az anyukával, tehát megsérült, vagy elpusztult, vagy bármi történhetett. A másik dolog pedig az, hogy sajnos lehet, hogy valaki már előtte valahol az amúgy elfekvő gidát már megfogta, már megsimogatta, és az anyukája már nem gondozta tovább. Ennek hatására ez a gida sajnos elkezdett egyre jobban éhezni, és megindult keresni az anyukáját. No, nagyon fontos, hogy ezt a gidát viszont, hogyha nem akarjuk, hogy éhen haljon, ha nem akarjuk, hogy szörnyű kínok között éhen haljon, akkor itt viszont az emberi butaságot valahogy emberi tettel jóvá kell tenni, tehát itt bizony közbe kell avatkozni. Meg kell fogni és be kell vinni olyan intézménybe, ahol szakszerű ellátást kaphat, és nyilván gondoskodnak a további életéről. Tehát ezt a gidát sajnos már meg kell fogni és be kell vinni. Ha nem vagyunk benne biztosak, ha nem tudjuk a szituációt megítélni, hogy megfogjam, ne fogjam, akkor mindenféleképpen azt kérem tőletek, hogy hívjunk szakembert. Vagy telefonon, vagy bármi, ne csak minket, bárkit, aki szívja, bárkit, aki ilyennel foglalkozik, biztosan a segítségetekre lehet, és ad nektek tanácsot. Szóval, ez esetben viszont tenni kell valamit annak érdekében, hogy a gida ne pusztuljon el. Harmadik típus pedig, hogyha sérült gidával találkozunk, itt nagyon sokszor előfordul, hozzánk is rengeteg ilyen jelzés érkezik, hogy kaszálják a füvet, mennek a gépek, elfekvő gidába futnak bele a munka során, és bizony a gida megsérül, elvágják a lábát, elkaszálják, ez az amolyan sérülés történik. Hát ez a legrosszabb eset sajnos, hiszen nagyon-nagyon ritka olyan eset van, ahol teljes a gyógyulás és teljes értékű életet tud élni a sérült gidácska. Itt azonnal orvosi segítséget kell kérni, azonnal orvosi rendelő vagy intézetbe kell vinni, vagy orvost kell hívni, hiszen két dolgot tehetünk ilyenkor, vagy jó esetben meggyógyul a gida, vagy igazán az a cél, hogy akkor minél hamarabb megszabadítsuk a fájdalmától. Ez a két lehetőség van. Találkozhatunk mondjuk vadmalacok kicsinyével. Itt nagyon rövid és egyszerű a képlet, hiszen a vadmalacok azért viszonylag aktívabb, életerősebb kis jószágok, és egyébként csapatban vannak, és az anyuka általában, sőt, szinte biztos, hogy a közelben van. Tehát ha éppenséggel nem sérült, vagy nem az autó ütötte el, akkor ajánlom, hogy akkor nagyon gyorsan egyébként hagyjuk el a helyszínt, hiszen az anyakoca az ráadásul még a védelmére is kell a kicsitnek, szóval semmiképpen sem menjünk oda, simogassuk, fotózkodjunk velük. Itt nagyon-nagyon gyorsan el kell hagyni a helyszínt, mert bizony az anyakoca az még az emberre is rátámadhat, hogyha veszélyt ér ez a saját kicsinyei számára. Úgyhogy itt nagyon egyszerű a képlet, ha
kismalacsal találkozunk, akkor szépen, óvatosan, nagyon lassan hagyjuk el a helyszínt. Ez a legjobb tanácsom ebben a szituációban. Ha persze, hogyha sérült malacka, akkor viszont orvos, úgy szintén. Következő állatka. Rókák. Ez megint egy kicsit bonyolultabb kérdés, hiszen találkozhatunk nagyon sokszor lakott területek környékén rókáknak a kölykével, rókakölyökkel, hiszen néha bizony a kotorék, az anyuka úgy választja meg, hogy valamilyen park vagy különböző iparterületnek az udvara, vagy bármilyen egyéb lakott terület környékén sajnos most már egyre többször fordul elő az, hogy a róka kotorék ott található, és bizony ilyenkor hozzánk is rengeteg kérdés és felkelés érkezik, hogy mit tegyünk ilyenkor, hiszen ott a kis róka, ott a kotorék. Legjobb, amit tudok ebben az esetben tanácsolni, az az, aki teheti, az legyen türelmes, egy kicsit alkalmazkodjon ehhez a szituációhoz, hiszen ezek a rókakölykök azért viszonylag hamar felnőnek és önállóvá válnak. A család nem marad együtt, nem lesz ott örökké, tehát ha felnőtt a rókacsalád, és magák a rókakölykök már ugye életképesek és tudnak táplálkozni önállóan is, akkor ők szépen el fognak tűnni, szét fognak széledni a területről. Tehát kérném, aki teheti, ezt várja ki, legyünk rájuk tekintettel. Amennyiben ez nagyon-nagyon zavaró tényező lehet, és ez bárki számára zavaró körülmény, akkor még azt szoktam ajánlani, hogy egy kicsit várjunk, mert amíg tényleg a kölykök megerősödnek, és van rá lehetőség, vagy nem mennek el a területről, akkor van olyan lehetőség egyébként, hogy különböző élvefogó csapdákkal meg lehet őket fogni, és ki lehet őket helyezni egy távolabbi erdős területre, ahol már nem jelent zavarást az emberek számára. De persze ez nem garancia arra, hogy később sem fogunk találkozni ugye rókákkal. Erre majd a következő témában fogunk kitérni. Tehát amit javasolnék, hogy türelmesek legyünk, ha egy mód van rá, várjuk meg, amíg ezek a rókák felnőnek és szétszélednek, vagy hogyha nagyon-nagyon zavaró lenne ez a számunkra, akkor szakember segítségét kérve, akkor élvefogó csapdákkal be kell fogni és el kell őket szállítani egy lakatlan, erdősebb területre. Ezt tudom tanácsolni ez esetben, mert ez nagyon kényes kérdés, hiszen bizonyos kor alatt nem érdemes megmondani a családot, hiszen az elpusztulásokkal együtt lenne egyenlő. Ezért kérem, hogyha tehetjük, akkor inkább egy kicsit alkalmazkodjunk, és várjuk meg, amíg a kölykök megerősödnek. Szóval beszéltünk az őzgidákról, beszéltünk a malackákról, beszéltünk a rókakölykökről, és akkor még egy témát, hogy ne legyen túl hosszú ez a rész, bár igen-igen fontos rész, és nagyon sok mindenkit érint. Beszéljünk például a madárfiókákról is, hiszen ilyenkor tavasszal rengeteg madárfiókával találkozhatunk, földön le van pottyanva. Egyébként ragadozó madártól kezdve a legkisebb énekes madárig is találkozhatunk ilyen szituációval, hogy kiesett a fészekből, földön mászkál. Azt kell mondjam, hogy ilyenkor azért ez viszonylag gyakori és némiképp természetes is, hiszen a fiókák egy idő után izgágák, jönnek, mennek, mocorognak, motoszkálnak, de sajnos még nem olyan ügyes pilóták, nem olyan ügyes repülők, de nem tudnak jól repülni, és kipottyannak a fészekből. Itt nem kell feltétlenül közbeavatkozni, hiszen az anyuka megtalálja a kicsinyét a földön is, ez főleg például a ragadozó madarakra is érvényes, akár baglyokra, akár egyéb ilyen kis madárfiókákra, hiszen általában van mindegyiknek egy jellegzetes hangja, amit kiad, és az anyuka megtalálja, még akkor is, ha nincs a fészekben. Tehát még akkor is a földön, vagy bokor alatt, vagy egy másik ágon van, anyuka megtalálja a röpköt, hozza neki az eledelt, tehát ilyen esetben hagyjuk, bízzuk a természetre a dolgot, megoldja a természet ezt a helyzetet. Abban az esetben kell mondjuk közben lépni, ha tényleg konkrét sérülést látunk, szárnya meg van sérülve, vagy esetleg látjuk azt, hogy a szülők esetleg elpusztultak, akkor érdemes közbeavatkozni, de amúgy, ha éppen egy madárfiókat látunk a fa alatt, nem kell összeszedni, mert az anyuka is a környéken van, és gondozni fogja, el fogja látni. No, remélem, hogy ez a pár gondolat adott nektek némi tápontot abban, hogy hogyan viselkedjünk, mit tegyünk, hogyha vadállatok kicsinyével találkozunk. Ne felejtsétek el, a természet tudja a dolgát, csak abban az esetben avatkozzunk közbe,
hogyha feltétlenül szükséges, ezt nyilván elmondtam már nektek az előző percekben. Remélem, hogy hasznos volt számotokra. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!